Eljárást indít az Európai Bizottság az Egyesült Királyság ellen az úgynevezett belső piaci törvénytervezet miatt. Az erről szóló sajtótájékoztatón az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen úgy indokolt, hogy a brit kormány szeptemberben beterjesztett a belső piacának szabályozásáról szóló törvényjavaslata elfogadása esetén sérteni a Brexit megállapodás Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvének rendelkezéseit. A határidő lejárt, a törvényjavaslatot nem vonták vissza, ezért a bizottság úgy döntött, hogy erre vonatkozó felszólító levelet küld az Egyesült Királyság kormányának. Ez az első lépés a kötelességszegési eljárásban, fogalmazott von der Leyen. Az eljárás különlegessége, hogy az Egyesült Királyság már nem tagja az EU-nak, de az év végéig tartó átmeneti időszakban köteles betartani az EU jogszabályait. A BBC szerint a brit kormány úgy reagált, hogy az Európai Bizottság felszólítására kellő időben válaszolni fog.